Idén is megrendezésre került az Országos Könyvtári Napok, melynek a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár is otthont ad. Igen, évek óta részt veszünk ebben a rendezvénysorozatban. Ráadásul most évfordulós több minden ezzel kapcsolatban. A plakátokon és itt a logóban is látható két lufi, jubileumi lufi. Az egyiken egy 15-ös szám szerepel, ugyanis 15. alkalommal kerül megrendezésre az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat, a könyves vasárnappal bezárólag, illetve a másik az egy 30 éves jubileumi szám, ez pedig az IKS, az Informatika és Könyvtári Szövetség jubileuma, megalakulásának az évfordulója. Ők a könyvtár szakmának az érdekképviseletét látják el, és most ők ezt ünneplik, ezt a 30 éves évfordulót, és ők az egyik szervező is ennek a Könyvtári Napok rendezvénysorozatnak. A tavalyi évben egész héten színes programokkal várták a gyerekeket, viszont ez idén sajnos a vírushelyzet miatt kicsit másképp alakult. Mivel tudtak így készülni a gyerekeknek? Igen, ezt nagyon sajnálom, mert a tavalyi év valóban olyan fergetegesre sikerült. A hét minden napján különböző programok várták a gyerekeket, most ez valóban nem volt megvalósítható. Ezen a héten most egy író-olvasó találkozót szerveztünk a gyerekeknek. Az egyik szívemnek legkedvesebb kortárs gyerekírót tudtuk meghívni, Bosnyák Viktóriát, és illusztrátorát, Dudás Győzőt. Egy remek hangulatú délelőttöt töltöttek a gyerekekkel. Közös rajzolás, a Rém Jó Sorozat című könyveit mutatta be. Nagyon jó hangulatban mentek el a gyerekek, mindenki egy saját kis rémet rajzolhatott. Úgyhogy ez nagyon jól sikerült programunk volt, tehát a hétre gyakorlatilag ennyi, illetve a könyves vasárnapra készültünk játékokkal, mesekvízekkel. Facebook feltöltés volt sok-sok játék a karantén alatt, és ezekből válogattunk most a gyerekeknek az előcsarnokba egy vetítéssel egybekötve, egy kérdésfeltevéses játék zajlott, illetve volt mesetotónk, könyvjelző-kereső játékunk, ez itt a gyerekkönyvtári részbe. Ez mindig nagy siker, a könyvjelző-kereső játék. Ez úgy zajlik, hogy előzőleg dolgozunk rajta egy kicsit, hogy a könyvjelzőket elrejtjük, el tudjuk rejteni a könyvekbe, és akkor egy-egy kis kereső rejtvény, kis cetlivel, cédulával lehet a nyomára bukkanni ennek a könyvjelzőnek. Tehát tulajdonképpen most ennyi volt, és kézművesen volt, ezt nagyon sajnáljuk, de hát ez az idei év, ez így alakult. A könyves vasárnap hagyománya már, hogy ilyenkor ingyenes a beiratkozás. Igen, ezzel a lehetőséggel nagyon sokan élnek évről évre. Idén telefonon is elfogadtuk természetesen a hosszabbítási kérelmeket. Ez vonatkozik tehát azokra, akik meghosszabbítják a könyvtári tagságukat, illetve az új beiratkozókra is. Ez az éves tagsági díjnak az elengedését jelenti könyvtárunkban. Két meglepetés kosarunk rejti az ajándékokat. Ez is évről évre hagyomány, hogy a játékokban résztvevő gyerekek és felnőttek is választhatnak az ajándékkosarunkból. Ebbe könyvek, noteszók, játékok kapnak helyet, és bárki ilyenkor, ami megtetszik neki, azt magával viheti. Ebben a kosárban egyébként a megyei könyvtár jóvoltából is kerültek ajándékok. Minden évben kapunk egy ajándékcsomagot, ami szintén bekerül ebbe a meglepetés kosárba.